Ez a tájékoztató, ez megtalálható a weboldalon. Itt van a megoldás, hogy bizonyos hibák esetén, hibajelzések esetén mit kell tennie a sofőrnek. Például zöld LED ugye folyamatosan világít, akkor a hugó egyenleg rendben van, és nincs semmi teendője. Viszont ha rövid időre felvillan, és három rövid hangjelzést ad a készülék, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a hugó egyenleg alacsony, kezd fogyni róla a pénz, úgyhogy rá kéne tölteni. Ha meg egyenletesen villog négy hosszú hangjelzéssel a zöld LED, akkor az azt jelenti, hogy elfogyott a pénz. Na akkor viszont meg kell állni valahol. Hogyha a kék LED folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy minden rendben van, lehet menni, go. Ha viszont rövid megszakításokkal világít és három rövid hangjelzést ad, akkor az azt jelenti, hogy a telefonos kapcsolat nem aktív. Semmi probléma, lehet menni tovább, mert amikor fölvette a készülék a következő toronnyal a kapcsolatot, addig gyűjti az adatokat a saját memóriájába, és amikor megvan a kapcsolat, akkor szépen elkezdi tovább küldeni, és akkor megszűnik ez, akkor folyamatosan világít megint a kék, hogy minden rendben van. Ha órákon keresztül ez van, hogy villog, rövid megszakításokkal világít, akkor viszont azért, ha már ez hosszú-hosszú ideig fennáll, akkor nem árt esetleg erre rákérdezni. Akkor van egy olyan lehetőség, hogy rövid időre felvillan, és négy hosszú hangjelzést ad, akkor az azt jelenti, hogy a műhold vétel megszakadt. Meg kell állni a készülékkel, ugyanúgy, mintha nem világít, megszűnik világítani a kék LED, akkor az azt jelenti, hogy nincs GPS vétel, és ezáltal nem tudja meghatározni a járműnek a helyzetét, és nem tudja küldeni az adatokat az útdíj fizetéshez, és ez bírságot vonhat maga után. Aztán a piros LED az a tápellátást mutatja. Ha elkezd egyenletesen villogni, akkor az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltés alatt van. Ha viszont folyamatosan világít, akkor az azt jelenti, hogy az akkumulátor fel van töltve, és minden a legnagyobb rendben. Ha nem világít a piros LED, és egy hosszú hangjelzést ad a készülék, akkor az azt jelenti, hogy a tápellátás megszűnt. De ettől még a másik kettő LED az világít továbbra is, mert akkumulátorról még tovább tud üzemelni a készülék.